Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Mikrotik eltapnak a teljesítménytesztjét. A mostani ELTE tesztjeink a tavalyi tesztsorozatunknak a folytatása. Ha bővebb információt szeretnétek a teszt körülményekről, akkor nézzétek meg az előző tesztsorozatunknak az ismertető videóját. Továbbra is arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fővároshoz képest milyen sávszélességet lehet elérni egy vidéki, gyengén lefedett helyszínen, ami most is ugyanaz a balatonszemesi nyaraló volt, mint tavaly. A méréseket a Telenor hálózatán keresztül végeztük, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Extranet virtuális mobil szolgáltatónak a SIM-kártyákért. Az ELTAP, az ELTAP Mininek a nagy testvére, ami elsősorban járművekbe való. A berendezés két darab Mini PCI Express foglalattal rendelkezik, amihez három darab SIM-kártya foglalat társul. Továbbá egy darab gigabites porttal és egy darab 2,4 GHz-es interfésszel rendelkezik, ezen kívül beépített GPS antennával, valamint USB interfésszel is rendelkezik. Az eszköz 4 decibel nyereségű integrált LTE antennával rendelkezik. Az eszközt több tesztnek is alávetettük. Kipróbáltuk a Mikrotikkes R11-es kártyával, valamint a Huawei ME909S-120-as kártyával is. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan módosítja a teszt eredményeket, hogyha balatonszemesen nem csak az integrált antennát, hanem egy külső antennával is leteszteljük a berendezést. A budapesti referenciatesztünk során R11-es kártyával 65 megabit per szekundumos letöltési, még 31 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 16 millisekundumos pingidő mellett. Ezután kipróbáltuk a berendezést egy Huawei LTE kártyával. Ezzel a kártyával 93,6 megabit per szekundumos letöltési és 26,7 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 18 millisekundumos pingidő mellett. Utunk során Balatonszemes felé az autópályán 130 km/h haladva is mértünk egyet a Mikrotik R11-es kártyával, és ott 79,2 megabit per szekundumos letöltési és 40,8 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 27 millisekundumos pingidő mellett. Balatonszemesre leérve a nyaralóban az R11-es kártyával 7,7 megabit per szekundumos letöltéssebességet mértünk 0,0 megabit per szekundumos feltöltéssebesség mellett. Ebben az esetben a letöltéssebességünk is ingadozott, sok esetben elérhetetlen volt a szolgáltatás. Ezután váltottunk a Huawei kártyára, ahol értékelhetetlen eredményeket kaptunk, mivel a speedtest.net oldal sem jött be. Ezután váltottunk, és elhatároztuk, hogy megismételjük a méréseket a Mikrotik LTE 5O LTE antennával, ami 5 decibel nyereségű 360 fokos antenna. Az R11 kártyával 17,8 megabit per szekundumos letöltési és 4,6 megabit per szekundumos feltöltési sebességet mértünk 22 millisekundumos pingidő mellett. Ugyanezt a tesztet megismételve a Huawei kártyával 17,3 megabit per szekundumos letöltési, valamint 10,2 megabit per szekundumos feltöltés sebességet mértünk 48 millisekundumos pingidő mellett. Ez volt a Mikrotik ELTAP-nak a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentbe, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!